Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Új körforgalom építését kezdték meg a héten Bonyhádon, a város egyik legforgalmasabb csomópontjában, a Gyár utca Zrínyi utca kereszteződésében, a Területi és Településfejlesztési Operatív Program pénzügyi forrásából 282 millió forintból készül el az a körforgalmi csomópont, mely a remények szerint gyorsabbá és balesetmentessé teheti ennek a nagyforgalmú útszakasznak a forgalmát. Ez Bonyhád egyik legforgalmasabb csomópontja. Közel az autóbuszvégállomás, ide csatlakozik a hatos főútról bejövő forgalom a városközponttal, és ide kanyarodnak a bevásárlásból hazaindulók is. Számtalan baleseti helyzet alakulhat ki nap mint nap. A város önkormányzata évek óta kísérleteket tesz a forrás megszerzésére, amely fedezné egy körforgalmi csomópont megépítésének költségeit. Mindez idáig sikertelenül. A Területfejlesztési Operatív Program nyújtotta lehetőséggel élve, most konzorciumban a Magyar Közúttal sikerkoronázta az erőfeszítést, és 282 millió forintot nyert az építkezés lebonyolítására. A polgármesteri hivatal egyeztető tárgyalásra hívta az érintetteket, a konzorciumi partnert, a kivitelezőt és a rendőrség képviselőit a munkaterület átadására, ami azt jelenti, megkezdődhet a beruházás. Körforgalom kicsit becsúszik ide a parkba, és körülbelül így ezen a részen lesz. A Székely Emlékparknak az elemei elbontásra kerülnek, majd a kivitelezés befejezést követően, egy felújítást követően újra elhelyezésre kerülnek. A buszmegálló bekötő része megszűnik, az is park lesz, és erre felé fog kikötni a Gyár utcára a buszforgalmat kiszolgáló út. Mivel a kivitelezésnek a szerződés szerint ideje 180 nap, azaz 6 hónap, fél év, elvileg tavaszra elkészül, nyilván az időjárás befolyásolhatja, hiszen hogyha olyan telünk lesz, hogy téli üzemmódba le kell álljanak, akkor valószínű, hogy a kritikus időszakban leáll a kivitelezés. A beruházásra azért volt szükség, mivel ez egy olyan csomópont, ami igen nagy forgalmú, és a Gyár utca felől közlekedők, ki a Zrínyi utcára sok esetben elég sokat kellett várni, és dugók alakultak ki. Az építkezés ideje alatt csak a szükséges mértékben lesz majd forgalomkorlátozás, mondta a műszaki iroda vezetője. Ideiglenes forgalomelterelési terv készült erre a területre, ugyanis itt fog megvalósulni a körforgalom. Négy ütemre bontotta a kivitelező a kivitelezés teljes szakaszát. Az egyes ütemben a járdaszigetek és a gyalogátkelőhely fog megszűnni a Zrínyi utcában. Kettes ütemben, ami a leghosszabb ütem lesz, fogják megvalósítani legelőször is a közműkiváltásokat, majd a körforgalmat fogják megépíteni, és utána a hármas és harmadik ütemben pedig a busz közlekedés tevődik át a Gyár utcára. Ami fontos az, hogy teljes lezárás nem lesz, minden irányból lehet majd közlekedni, nyilván lassabb ütemben, és akár félpályás lezárással felváltva. Egyetlen egy, ami lezárásra kerül szinte a teljes időszakra, az itt a Zrínyi utcától a Gyár utcában, a Gyár utca 3-as és 4-es ház közötti vonalon ez a szakasz kerül lezárásra teljes mértékben. A gyalogátkelőhely a körforgalom mind a négy ágában létesül, és mindegyikhez természetesen járda fog vezetni. Az építkezés ideje alatt kérjük, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, legyenek figyelemmel az éppen aktuális lezárásokra. Minden ütem előtt a lakosságot értesíteni fogják, tájékoztatni fogják az éppen aktuális lezárásról és annak a tervezett időtartamáról. Első ütemben a Zrínyi utcai járdaszigetek és a gyalogátkelőhely szűnik majd meg, párnapos kellemetlenséget okozva csupán. A nagyobb forgalmi akadályt a Gyár utca lezárásával a következő hetekben kell majd átélnie az erre közlekedőknek. A konzorciumi partnerek reményei szerint tavaszra már egy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést biztosító csomóponttal lesz gazdagabb Bonyhád városa. A nyári szünetet követően valószínűleg már csak egyszer ül össze a Város Humán Bizottsága. Kersák Tamás elnök a ciklus tevékenységét értékelve azt mondta, a szakmai terület minden részében fejlődött az elmúlt 5 esztendőben, elég csak az óvodák fejlesztésére, a sportlétesítmények megújhodására vagy az orvosi rendelők korszerűsítésére gondolni. Bonyhád Város Humán Bizottsága számára lassanként lezárul a ciklus. Kersák Tamás a bizottság elnöke azt mondta, az elmúlt évek alatt nem kellett párcsatározásokat folytatni egy-egy kérdés eldöntésekor.
A cél minden képviselő számára az volt, hogy családokat és embereket segítő döntések születhessenek. A bizottság véleményezi az oktatási, szociális egészségügyi, közművelődési, közbiztonsági előterjesztéseket, véleményezi az igazgatói pályázatokat is. Figyelemmel kíséri az intézmények tárgyi személyi feltételeit, javaslatot tehet és tesz is a civil szervezetek, kultúrás egyesületek, sportegyesületek, média támogatás keretének a felosztására. De ami a legfontosabb és amire a kérdés irányult, létezik a bizottságnak döntési kompetenciája is. Melyek ezek a döntések? Az egyik ilyen a Burza Hungarika felsőoktatási pályázat elbírálása. Ez arról szól, hogy a főiskolán, egyetemen levő diákjaink Bonyhádi állandó székhelyen rendelkezőek, benyújtanak egy pályázatot, és szociális alapon mi ezeket a tanulókat tudjuk támogatni, és az állam általunk adott összeget megduplázza. Örömünkre szolgál, hogy ezt évről évre, minden évben megtesszük, tavaly évben 71 ilyen diákot tudtunk támogatni. Döntési kompetenciánk többek között az, és ez a legfelelősségteljesebb, hogy a szociális bérlakások kiutalását a bizottság ítéli oda, a mai ülésen is 2 lakás felett diszponáltunk. Nagyon-nagyon nehéz ez a döntés, mert bármilyen forintösszegű támogatás is felelősségteljes munka, de az, hogy valaki egy lakást kap, az már súlyozottan felelősségteljes. Döntés a lakásokra visszagondolva, idén 6 lakást tudtunk adni, ez évről évre változik, mert úgy tudunk helyzetbe hozni szociálisan hátrányos családokat, ha egy lakás megörül. A lakás általában akkor ül meg, ha valaki elhalálozik. Döntési lehetőségben van még a bizottság, hogy a képviselőtestület által átruházott szociális hatáskörben is van jogosítványunk. Ezek az úgynevezett segélyek, létfenntartási segély, gyógyszertámogatás, iskolakezdési támogatás, ebből is rengeteg van. Hónapról hónapra, évről évre rengeteg van. Ha csak egy-két számot mondjak, 5 év alatt megközelítőleg 70-szer ülésezett a bizottság, és ezekkel a úgynevezett támogatási segélyeket is beszámítva, közel 3000 határozatot hoztunk, és ezek a határozatok majdnem mindegyike forinttal párosul, tehát támogatást szolgál. Bár az oktatás és az egészségügy is kikerült a város fenntartása alól, ennek ellenére az óvodák és a körzeti orvosi rendelők működtetése továbbra is önkormányzati feladat maradt. Kesek Tamás azt mondta, minden területen biztosítani tudták az infrastruktúra folyamatos fejlődését. Kórházat és a házi orvosi gyermekorvosi hálózatot magunkénak tekintjük. A orvosi rendelőink is felújításra kerültek, és a kórházunkat is például abban is tudjuk segíteni, bár nem kellene, mert a személygépkocsi cserénél támogatást biztosítottunk az elmúlt 2 évvel ezelőtt a kórház számára. Az óvoda bölcsőde együttes az maradt nálunk a városi önkormányzatnál. Minden évben nagyon sokat fordítunk rá, most is folynak a nyári felújítási munkálatok, ezt az éves költségvetésbe betervezzük, és ilyenkor ügyelet van az óvodában, az egyik óvodában, és a többi óvodában pedig, ahogy a lehetőségünk engedi, megpróbáljuk úgy felújítani, karbantartani, szinten tartani az óvodákat. Mindegyik óvodánk az évről évre végig tudtunk úgy menni, hogy több 10 millió forintot tudtunk mindegyik óvodára rákölteni, ezt valamikor saját erőből, de pályázati pénzből is tudtuk biztosítani. A Humán Bizottsághoz tartozik a sportnak a felügyelete és a támogatása is. Példa nélküli az a támogatás, szerintem a tolnamegyvárosokat tenkítentében is, hogy évről évre 24-30 millió forinttal tudjuk támogatni a sportegyesületeinket is. Bár október után más összetételben folytatja majd tevékenységét a bizottság, az elnök úgy gondolja, egészen biztosan további fejlesztések lehetnek minden területen. A sport területén továbbra is szeretnénk időzebetett bonyhádi versenysportot kiemelten támogatni. Mindenki számára most már köztudott, hogy a bonyhádi városi sportpálya felújításra kerül. Ezáltal a bonyhádi futballklub elérhetővé tűzheti ki magának, hogy megcélozza az egyen magasabb
osztályt. Az asztalteniszezőink is ragyogó körülményeket dolgozhatnak az új sportcentrumban, és az atlétikai klubnak is nagyon-nagyon jók a feltételei. A kosárlabdázók évről évre szívüket, elküket teszik ki. Bízunk benne, hogy most az új csoportba megerősödve egy-két év múlva ismét meg tudják célozni a következő magasabb osztályt, és ehhez a város megpróbál minden nemű támogatást adni. Az infrastruktúra, a Bonyhádi Városi Sportpálya megépítésével, átadásával szerintem rendben lesz. Az anyagi támogatáson sok múlik. A város és a város segítségével a szponzorok szerintem lehetővé teszik, hogy ezeket a célokat elérjük. Az egészségügy terén, mivel a kórház továbbra is állami fenntartásban marad, én úgy gondolom a legfontosabb, hogy a házi orvosi, gyermekorvosi rendszert fenntartsuk. Szintén nagyon örvendetes, hogy Bonyhádon etéren nincsen orvoshiány. Minden praxis be van töltve, és ennek rendkívül mértékben örülünk. Oktatás területén, mind az óvoda, mind az alapfoki oktatás területén Bonyhád város egy térségi szerepet is betölt. Nyilvánvaló, hogy ez a kis településeknek nem biztos, hogy előnyös, hogy már óvodába és az alapfok oktatási intézményekbe is vidékről bejárnak a gyerekek, de ha ebben megtisztelnek bennünket a vidéki szülők és a gyerekek, akkor Bonyhád város megcélozza és idáig is a magasabb színvonalú oktatást próbálja gyerekekkel és a szülők felé biztosítani. Erre is a feltételek, mind a tárgyi, mind a személyi feltételek megvannak. Örülünk annak, hogy az Evangélikus Gimnázium, illetve az Evangélikus Gimnáziumhoz tartozó volt Vörösmarty Mihály Általános Iskola is infrastruktúra területén nagyot fejlődött, és ebben párhuzamosan szerintem a szakmai munka is növekszik. Ez csak a város büszkesége. A Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai kirándulásokat szerveznek az idősek számára. Ezek az alkalmak arra valók, hogy élményekkel törjék meg a mindennapok egyhangúságát. A szakmai stáb hetekig készül és készíti fel a gondozottakat egy-egy ilyen alkalomra, mely utána hetekig ad beszédtémát az idősek között. Mindegy, hogy idősödő, idős, ag vagy matuzsálemkorú, hogy nő vagy férfi, hogy sváb vagy székely. A lényeg, hogy boldoggá tegyük a napjaikat. Ezzel a gondolattal végzik munkájukat a Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai. Szeretet, humánum és szakmai alázat nélkül nem lehet ebben a szakmában megmaradni, mondja Sebestyén Orsolya, a központ vezetője, aki büszkén mutatja munkatársain az egyenpólót, amit mindenki hasonló érzésekkel vesz fel reggelente, meséli. A gondozási központban hónapról hónapra tervek készülnek arra, hogyan lehet szebbé, élménydúsabbá tenni az idősek mindennapjait. Így találódik ki az általuk kirándulásnak hívott program is, melyet évek óta rendszeresen megszerveznek. A meglepetésünknek az a lényege, hogy ne tudjanak róla, mert hogyha tudják, hogy hova mennek, mit kell készülni, hogyan kell készüljenek, az nem olyan érdekes, mint maga az a meglepetés forma, hogy egy teljes bizonytalanságba hagyjuk őket, így hetekre visszamenőleg erről beszélnek, hogy vajon megint mit találtunk ki, hova visszük őket, mivel fogjuk meglepni őket, és ez fontos. Tornáztatjuk vele az agyukat, és beszélgetési csatornát biztosítunk ezzel, hogy legyen, mivel foglalkozzanak. Az idén úgy készültünk erre a meglepetés kirándulásra, hogy saját maguk készítették el az ebédet. Nem tudták, hogy mire készítik a töltött káposztát, illetve a gombócos káposztát, de nagyon ügyesen megcsinálták, amit föl is tálaltunk nekik ebédre. Az idősek ellátása és boldogabbá tételének munkája kemény próbatétel. Nem is működik eredményesen összefogás nélkül. Kizárólag csak társadalmi összefogással lehet valóban, mert hogyha nincs meg az a megfelelő támogatói hátterünk, az a bizonyos embercsoport, aki szociálisan érzékeny, empatikus az idős társadalom iránt, egyedül kevesek lennénk. Tehát nagyon kellenek azok a felajánlások, amit most is kaptunk, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a családi házát, az udvarát, hogy itt lássuk vendégül az időseket. Enélkül nem tudjuk megszervezni, nem tudnánk csak a szigorú intézményi keretek között működni. Hosszú szervező munka van egy látszólag egyszerűen lebonyolítható délelőtti programban is. De gondoljanak benne, vannak kerekesszékesek, akiket ide kell hozni, és ez sem egyszerű. Készülnek ajándékok mindenkinek, vendégül látnak majd 50 embert. Ez egyenként is emberpróbáló feladat. Ez nyilván egy nagy kihívás, hiszen nem egyszerű, tehát könnyebb otthon maradni. Nyilván egy hosszas előkészítést igényel az, hogy rábírjuk őket, kimozdítsuk,
azonban ez busással megtérül minden egyes alkalommal. Egy közösségi élményt adni, tehát akár az idősek klubjában, a klubtagoknak, akár az otthonlakóinak, vagy mint jelen esetben is, ugye szépen üldögélnek itt a fa alatt, tehát a kettőt ötvözve, hiszen az intézmény sokféle ellátást nyújt, és akkor itt lehetőségük van az ellátottaknak találkozni, kommunikálni, érintkezni kicsit egymással, hiszen többségükben helyi lakosok, hát azért ők munkahelyről, korábbi életükből sok esetben ismerik egymást. Bármi, ami az aktivitás megtartására ösztönöz, vagy azt segíti elő, az jó ilyen szempontból is. Tehát nyilván egy jó élményt ad, egy társasági élményt, egy valahová tartozás élményét, egy kikapcsolódást, egy kellemes időtöltést mindenképpen. Hogy ne csak üldögéléssel, hanem élményekkel is teljesedjen a nap, feladatok várták a szép kodóakat. Ilyen volt a kívánságfal elkészítése is, melyre mindenki az egyetlen, számára legfontosabb kívánságát írhatta föl. A feliratokat nézve bizony sokszínű a kép. Ez egy nagyon fontos momentum, nem véletlenül vannak ezek a kérések, hiszen ezeket a mindennapokban föl tudjuk használni. Ezek alapján tervezzük a következő programokat, hogy milyen igény van rá, tehát még mi fordul meg a fejében, amit ő szeretne elérni ezen időszak alatt, amik nálunk van. Ha nincs meg benne a szív-lélek munka, akkor erre a feladatra nem alkalmas. Nagyon jó élménnyel húzom föl minden nap a GK feliratú pólómat, és nagyon jó érzés végignézni a kollégáimon, hogy olyan jó szívvel viselik, és van jelentősége ennek a pólónak. Tehát kell bennünk legyen szív-lélek, hogy ezt maximálisan tudjuk csinálni. Nem lehet csak íróasztal mögött dolgozni, hanem ezt át kell érezni, ennek kell egy súlya legyen. Öregszik a társadalom, és ez alól Bonyhád sem kivétel. Hatalmas várólista van a gondozási központban azokkal a nevekkel, akik szeretnének bejutni a rendszerbe. Most 34 fő vár az otthoni elhelyezésre, és a nappali ellátásban 60 fős a telített létszám. Most is 4-5 fő van, aki szeretne a felvételét kérni, de egyszerűen nem tudjuk elhelyezni, és ezekkel a programokkal még nagyobb figyelmet keltünk a város lakóinak, hiszen nagyon jó helyre adják az időseiket. Ezek a programok, amiket szervezünk nekik, hogy fontosak legyenek, hogy érezzék azt, hogy nekik még van teendőjük a világban. Ezzel még jobban megnöveljük a várólistát. Ez nem baj, csak nagyon rossz visszautasítani. Tehát nagyon nehéz visszautasítani, hogy most nem tudom befogadni, mert nincs helyem. Bár próbálunk kompromisszumokat kötni és valamilyen megoldást találni, de nagyon nehéz. Már a gondozási központ dolgozói fejében a jövő évi program tervei is megvannak. És bár ez még nagyon-nagyon messze van, az előkészítő lépéseket idejében meg kell tenni. A bonyhádi, illetve a Tolna megyei atlétika utóbbi másfél évtizedének egyik legnagyobb sikere született meg a napokban. Varga Lőrinc 800 méteres síkfutásban a svédországi junior Európa bajnokságon remekelt, az igen előkelő negyedik helyen végzett pályafutása első kontinens viadalán. Az első olyan bonyhádi futóatléta bontogatja szárnyait, akinek bizony lehet keresni valója nemzetközi parandon is 800 méteres síkfutásban. Ezt erősítette meg a svédországi U20-as junior Európa-bajnokság, amelyen a bonyhádiak középtávfutója Varga Lőrinc nem csupán a döntőbe jutott, ez volt egyébként az elvárás, hanem remek versenyzéssel ráfutva a 800 méter végén a harmadik angol fiúra, a mezőny többi tagját meggyőzően maga mögé utasítva, negyedik lett élete második világversenyen. Ez a magyar atlétika számára is egy kitűnő eredmény, Tolna megyében pedig az elmúlt másfél évtized legjobb eredményének egyike. Mondhatni, benne volt a Lóczi becenévre hallgató futóban ez az eredmény, révén, hogy többször is futott olyan remek, 1 perc 50 másodperc alatti időket is, amivel hosszabb ideig az Európa ranglistán az első 5, illetve az első 3 között is volt. Már az előfutamban, a svéd EB-n kötelező volt kiemelkedőt futnia, hiszen középfutam hiányában innét kellett az első 2 hely valamelyikén végezni, vagy harmadikként olyan időt elérni, ami döntőt ér. Sikerült neki. Váratlan dologra is kellett reagálnia. Amikor a cseh
fiú kiállt 200 és 250 között valahol. Ugye ott nem volt más választás, ott a kis kúval ugye az idővel tovább lehetett jutni, ezért arra kellett hajtanunk, ez volt a megbeszélt taktika, de ezt tudni kell, hogy ez alapvetően sokkal nehezebb saját magának diktálni az iramot. Mondta, jó, akkor nincs más hátra, mint előre. És egy 52-7-es 400-at oda nyomott elsőre, és azt vitte végig. Ott azt tudtuk, hogy a brit fiú az meg fog bennünket előzni. 400-addal a szlovén fiú is Lőrinc előtt jött be, de olyan idővel lett harmadik, ami a többi előfutamot is beleszámítva a harmadik legjobb idő eredmény volt az övé. Optimistán vártuk ezek után a döntőt, ami egészen más versenyt hozott, nem időeredmény, hanem a dobogóra kerülés, a végső helyezés volt mindenki számára fontos. Az első 400 kocogásnak tűnt a nagy sebességű másodikhoz képest. Két éve gyakorlatilag erre a taktikára készülünk, hogy az utolsó 400 méteren több ritmusváltást meg tudjunk ejteni. Ugye ezt egyedül tudtuk gyakorolni itthon alapvetően, de nem ilyen helyzetben, hogy többen voltunk ott a pályán. A bonyhádi középtávfutó fokozatosan lépett el a többiektől, közel volt már a harmadik helyzet brithez. Úgy érzi, van egy megnyert negyedik helye, mintsem egy elvesztett harmadik, amit többektől is hallott. Nem érzem azt, hogy a Finley McLear az veszélyeztetve lett volna általam, tehát hogy az ő harmadik helye az biztos volt. Szerintem ennek abban volt lényege, hogy még az utolsó 50 méteren le tudtam rázni egy hátulról érkező támadást, és ezzel a negyedik helyet sikerült megszerezni. Arra kellett felkészülni, hogy egy lassú, kocogós tempói futásból a második körnek a kanyarjába, olyan 500 méteren egyszerűen valami fog történni. Valaki meglódul, és meglódul a mezőny, ez történt most is. Az egyik brit kinyomta az orosz oldalra, a másik brit ment elől, beállt mellé, a harmadik belépett mögéjük, és már két lépés el is mentek. A lóci reagált rájuk, csak éppen pont egy olyan szerencsétlen szituációban volt, be volt zárva. És mire onnan kilépett a kanyar végén, 500 méterén, akkor ezek már egy két-három lépéssel előbb voltak. Most egészen a célegyenesig nem nagyon változott ez a távolság, ott a vizes árokig maradt, de ott a britek még rá tudtak tenni a véggyorsaságban annyit, hogy hát maga biztosan nyerték. Fontos megjegyezni, Varga Lőrinc előrelépett abban is, amiben tavaly a VB-n még rutintalan zöldfülűnek számított. A versenyzés közbeni sokszor lögdösődéses, kiszorítód is. Még egyszer. Fontos megjegyezni, Varga Lőrinc előrelépett abban is, amiben tavaly a VB-n még rutintalan zöldfülűnek számított. A versenyzés közbeni sokszor lögdösődéses, kiszorítód is pozíciókeresésben, amit meg kell tanulni nemzetközi szinten. Történtek lögdösődések, de ezt meg kell tanulni kezelni. Ez ugye egy probléma most a mai magyar középtávfutásban alapvetően, hogy sajnos nincsen olyan támogatott lehetőségünk, ahol ilyen versenyszituációkba kerülnénk. Tehát szerintem ez egy fontos része lenne a mostani jövőbeli felkészülésünknek, hogy ezt valahogyan ebben valahol támogatókra és támogatásra lejjünk. Tavalyhoz képest sokat fejlődtünk, megtanultunk lögdösödni, birkózni a pályán, mese nincsen. Ami nekünk nehéz ezeken a versenyeken, hogy Magyarországon nem nagyon van ellenfele. A korosztályban egyáltalán nincsen, és felnőttekkel is csak ritkán tudunk futni. A Vindics Balázs van most, aki a kicsit jobb, mint mi. Tehát nincs ez a fajta taktikai verseny, mint ami most itt volt. Mi azzal a célral futottuk a döntőt, hogy negyediktől a hatodik hely az teljesen reális. Ez az, amit hozni kell, és én nagyon-nagyon örülök neki, meg örültünk, ő is örült, én is mind a ketten, hogy sikerült ezt megvalósítani, és egy gyönyörű Európa-bajnoki negyedik helyet szereztünk. Óriási dolog. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!